tartalmas és izgalmas kikapcsolódás, jó kedv, jó hangulat. Egy szóval péntek esti kvíz. Szeptember 23-án első alkalommal invitálták az érdeklődő csapatokat a Dereskő Művöldési Ház dolgozói egy kis péntek esti közösségi agymozgatóra. A benevezett csapatoknak különböző témájú kérdéseket kellett megválaszolnia és pontokat gyűjtenie, a 23-ai esti kvíz pedig csak az első állomása volt a programsorozatnak. A kocsma kvízeket senkinek nem kell bemutatni, akinek be kell, annak meg annyit mondanék, hogy igazából mi közösségi agymozgatónak neveztük el ezt a közösséget megmozgató tevékenységet. Családok, csoportok, kisebb társaságok jelentkezését vártuk erre az esti kvízre, ami banálisan egyszerű kérdéseket teszünk föl, ezek általános kérdések különböző területekről, amiket megválaszolva pontokat gyűjthetnek, és versenghetnek egymással a csapatok. Különböző csoportok jelentkeztek, például itt vannak az óvónénik csapata, itt vannak a cserkészek, ők is egy csapattal képviselik magukat, viszont vannak baráti társaságok, akik összeverődve próbálják megmérettetni magukat. Ahhoz képest, hogy ilyesmi még nem volt a városban, ahhoz képest mi nagyon örülünk a jelentkezőknek, illetve azoknak, akik mégis megmérettetik magukat. Egy sorozatra gondoltunk, pontokat lehet gyűjteni, és ennek a sorozatnak az ötödik része után gyakorlatilag egy nagyobb nyereményt nyerhetnek. Tehát gyakorlatilag ilyen 3-4 heti rendszerességgel szeretnénk az idei év során ezt lefolytatni, és december környékén lesz az utolsó végül is finálé. Mindenki tudja választ, akkor mehetünk is tovább, hogy segítsenek még. Egyébként talán azt elfelejtettem mondani, hogy ha nagyon nehéz a válasz, akkor nyugodtan mondjátok azt, hogy kérlek minket segítséget, én sem vagyok okosabb, mint egy ötödikes. Második. Nagyon sok helyen hallottam már ilyen kocsmakvíz megszervezésről. Igazából a kocsma hangulat az egy kicsit kötetlenebb dolog, viszont mi azért is szerettük volna ezt a művelődési központban megrendezni, hogy fiatalabbak is, és nem feltétlenül csak az alkohol miatt látogassanak el ezekre a közösségi rendezvényekre. Az a cél, hogy összehozzunk olyan embereket, akik eddig más miatt jártak a művelődési központba, vagy akik nem találtak Derecskén péntek estére kulturális kikapcsolódást. Ahogy említettem, tényleg nagyon tág ennek ez a paletta. Abszolút általános kérdésekről van szó, viszont van, amely kicsit könnyebb, van, amely kicsit nehezebb, pontosan azért, hogy a csapat egyik vagy másik tagja tudja ezt megválaszolni. Konkrét kérdést tegyek föl, a való világtól kezdve, ugye, ami a tévémániásokhoz kapcsolódik, tehát a való világtól kezdve akár Shakespeare művek ismeretét is feltételezzük, tehát tényleg egy nagyon széles palettán mozognak a kérdések. Mivel ez még az első, és mivel igazából itt a szórakozás a lényeg, nincsen kifejezetten megszabva, hogy mennyi idő van egy kérdés megválaszolására. A kivetítőn megjelenik a kérdés, és előzőleg ők kapnak egy-egy cetlit, amire fölírhatják a válaszokat. Mikor mindenki elkészült a válaszokkal, ezeket begyűjtjük, és összesítjük. A válaszokat mindenki kap pontokat, és a legtöbb pontot összegyűjtő csapat nyeri meg a ma estét. Azt szeretük gondolni, hogy családok is megjelenjenek, úgyhogy elég családiasra sikerült a hangulat. Sorba venném, nem a fontossági sorrendbe, de itt van a cserkészlények csapata. Nem kell tapsolni. Itt van az aranyás csapat, itt van a satöbbi csapat és a mókások kaká. Az én nevem Norbert, bármi probléma vagy kérdés van, légy szíves, tegyétek föl. Elmondanám a játékszabályokat. Nagyon egyszerű lesz, 2x15 kérdés lesz, 15 perces szünettel. Minden csapat elvileg kapott egy borítékot, ugyebár, amiben ilyen kis cetlik vannak földarabolva. Nagyon egyszerű lesz, az első 15 kérdésre
a megszámozott szetlikre föl kell írni a válaszokat. Lehet, hogy már bonyolult vagyok. Tehát ott lesz, hogy egyes szetli, arra az első kérdésnek a válaszát kell fölírni. Amikor megvan a válasz, erre körülbelül egy másfél perc lesz, akkor én és a kedves kollégám össze fogjuk szedni ezeket a válaszokat, és leadjuk a másik kolléganőnek, aki majd összesíti, és eldönti, hogy helyes volt-e a válasz, vagy nem. Minden kérdés feltevés után meg is mutatjuk a helyes választ, tehát lehet ellenőrizni, hogy ki hány pontot gyűjtött. Yeah.